Továbbra is folyamatos a koronavírus elleni oltás Magyarországon. Az 5 millió beoltott elérését követően életbe lépett az újraindítás következő fokozata. Sok korlátozás megszűnt, ugyanakkor alapvető védelmi intézkedések még életben vannak, hiszen a vírus jelen van. Megszűnt a kijárási tilalom, valamint az üzletek és éttermek nyitvatartási korlátozása. A kötelező maszkviselés és a 1,5 méteres távolságtartási szabály is megszűnt a közterületeken. A magán és családi rendezvények 50 fő, a lakodalmak 200 fő részvételéig korlátozás nélkül megtarthatóak. Minden olyan helyen továbbra is kötelező a maszk használata, ahol védettek és nem védettek zárt térben találkozhatnak, így a tömegközlekedés során és az üzletekben történő vásárláskor is. A kulturális eseményeket, a sportrendezvényeket, valamint a zárt térben tartott rendezvényeket, illetve a szabadban tartott 500 főt meghaladó eseményeket kizárólag a koronavírus ellen védettek és a felügyeletük alatt lévő kiskorúak látogathatják. A szabadban tartott 500 résztvevőnél kisebb rendezvényt bárki felkeresheti. Mindezek alól kivételt képeznek a zenés táncos események, amelyek életkortól és helyszíntől függetlenül kizárólag a koronavírus ellen védettek által látogathatóak. A 16-18 éves korosztály beoltott tagjai felnőtt kíséret nélkül mehetnek rendezvényekre. Az oltást igazoló alkalmazás mobiltelefonra ingyenesen letölthető. A járvány újabb hullámának megfékezéséhez kiemelten fontos az egyéni felelősség, mind az oltásban, mind a védekezésben. Bővebb információ a koronavírus.gov.hu oldalon.